Kicsit elcsépelt, kicsit lejáratott, kicsit pontatlan kifejezés. Igazából nem is a háttérben működik. Ma már teljesen nyíltan tevékenykedik egy érdekszövetség, amely arra vigyáz, hogy az anyagi és a politikai hatalom ugyanannak a szűk elitnek a kezében maradhasson, és adhassa tovább akár generációkon át is. The future is not just happening. The future is built by us. Na, ebbe a pocsolyába dobott egy követ, vagy a saját szóhasználatával élve le akarja csapolni a washingtoni mocsarat, Donald Trump. Drain the swamp, and that's what we're doing. Sikerülhet-e neki? Hagyják-e, hogy újra megválasszák, vagy hogy egyáltalán eljusson odáig, hogy megválaszthatják? Immár két merénylet kísérletet követően ebben nem lehetünk biztosak. Kettő? Most már három is. Ki tudja, mennyi lesz még, mire ez a videó kikerül? Oké, akkor máshogy kérdezem. Mi mindent lehet képes még elkövetni? A deep state, a mély állam, az arctalan bürokraták rendszere, az őket irányító politikai, gazdasági és média elit, a katonai, ipari komplexum, stb. Trump, Putin, Russian collusion. Trump, Russian sort of collusion. Trump, Russian possible collusion. Trump, Russian metal collusion. Megtörténhet-e, hogy Trumpnak újra sikerül átcsúsznia a réseken? A főcím után alaposan utána nézünk, és mivel a Google és a Deep State része, és néha direkt rejti el előled is a tartalmakat, gyorsan iratkozz is fel a csatornára, sőt, az értesítést is kapcsold be. A kérdés tehát az, hogy Trumpnak sikerülhet-e újra áttörnie a rendszer pajzsát, átcsúszni a réseken, mert hogy egyszer már megtette. És ő volt az Egyesült Államok történetében az első elnök, akinek ez sikerült. Eddig, lassan 250 éve, minden megválasztott elnök betöltött korábban valamilyen politikai vagy katonai tisztséget. Tehát a rendszeren belülről jött, bármelyik párthoz is tartozott. Persze, voltak jobb és rosszabb elnökök. Voltak, akik magasabb erkölcsi mércének feleltek meg, mint mások. Voltak, akiknek az irányítása alatt az USA, vagy akár az egész világ jobb hely lett. De mindegyikük már azelőtt részévé vált a rendszernek, a gépezetnek, a politikai kasztnak, hogy elnök lett volna belőle. Bár a republikánusok és a demokraták között látszólag komoly ellentétek feszülnek, egészen a közelmúltig ez inkább csak retorikában, valójában csak kisebb különbségekben jelentkezett. Mondjuk az adórendszerről alkotott elképzelésekben. Ami persze nem teljesen jelentéktelen, és a társadalom számára fontos belpolitikai kérdés. De például az Egyesült Államok világpolitikai szerepét tekintve sosem volt érdemi különbség a két párt között. Egy ilyen jól működő, kiszámítható váltógazdaságban működtek. Hol az egyik, hol a másik párt adta az elnököt, és a kongresszus két házában is, hol az egyiknek, hol a másiknak volt többsége. Ez önmagában persze egyáltalán nem feltétlenül baj, mert stabilitást, kiszámíthatóságot is jelentett évtizedeken keresztül. Különösen a hidegháború idején ez nagyon fontos is volt. A Szovjetunió összeomlását követően azonban létrejött az egypólusú világrend, ahol az Egyesült Államok volt a kizárólagos hegemon hatalom. Gyakorlatilag szabad kézzel rendelkezett a világban, és igyekezett is minél több országot nem csak a gazdasági befolyása alá vonni, de sokszor olyan politikai rendszereket is támogatni, vagy akár különféle eszközökkel olyan politikai erőket hatalomra juttatni, amelyektől joggal várhatta el a feltétlen lojalitást. És ebben az egyoldalú, számukra előnyös helyzetben az amerikai elit tagjai egyre inkább vérszemet is kaptak, egyre több vagyonra és befolyásra tettek szert, egyre jobban be is betonozták magukat a hatalomba. És kiépítettek egy olyan gépezetet, egy szervezeti hálót, amely a demokrácia díszletei között végig őket szolgálta ki. A választás az kb. Olyan, mint a választás lehetőség egy bűvésztrükknél. Úgy érezzük, hogy mi döntünk, de közben a mágus már észrevétlenül előre befolyásolt minket, hogy melyik kártyát húzzuk ki. És azt a kártyát ki is húzzuk. Az amerikai demokráciában a választók látszólagos döntési szabadsága ugyan megmaradt, de bármelyik elnök jelölt, bármelyik párt is került de jure hatalomra, a de facto hatalom, a döntő befolyás ugyanannak az elitnek a kezében maradt. És egyre inkább ehhez az elithez is kellett tartozni a sikeres előmenetelhez. Legyen szó vállalatvezetőkről, média személyiségekről, színészekről, zenészekről, bárkiről. Aki nem állt be a kórusba, az előbb-utóbb beverte a fejét a plafonba. És ez a kórus egyre inkább azt is igyekszik előírni, hogy az emberek mit gondoljanak, hogyan vélekedjenek egyes kérdésekről,
és aki nem támogatja a bevándorlást, a nem átalakító műtéteket, mostanában az ukrán háborút, vagy már évek óta a BLM mozgalmat és a kritikai fajelméletet, azt megbélyegzik, annak a karrierjét tönkreteszik. Ebbe a felépített elitista világba, ezek közé a korlátok közé érkezett meg, szembe menve minden várakozással 2016-ban Donald Trump. Megérkezett? Ez ennyi a kifejezés. De hogyan is történetett ez meg? Hiszen az egész választási rendszer úgy van kialakítva, hogy ilyesmi ne forduljon elő. Mindkét pártban előválasztás sorozatot tartanak, melynek során a pártok különböző jelöltjei, köztük az adott párt szélein elhelyezkedő úgynevezett populista jelöltek egymással ugyan összecsapnak a párttagok bizalmáért és a végső jelölésért, de mindezt úgy teszik, hogy előzetesen elköteleződnek egymás támogatására. Vagyis végigjátsszák a színdarabot, bevonzzák a radikálisabb szavazókat is, majd pedig amikor mindkét pártban legyőzi őket a középen álló, az elit által elfogadott, vagy inkább eldöntött jelölt, akkor mindannyian beállnak mögé. És a saját rajongóikat is felszólítják a győztes támogatására. És ezeknél a jelölteknél egyik párt esetében sem kell attól tartani, hogy újra gondolja a NAFTA-t, az a szabadkereskedelmi egyezményt, vagy a NATO-t, vagy a párizsi klímaegyezményt és hasonlókat. Ez garantálta az előválasztási procedúra. Így nézett ez ki 2016 előtt is. Mindenki biztos volt benne, hogy Trump el fog vérezni már az előválasztás során. És majd a republikánus elit valamelyik tagja, egy korábbi szenátor, kormányzó, esetleg a Bush dinasztia legújabb képviselője lesz majd a jelölt, és a reményeik szerint az elnök is. Erre Trump fogta magát, végigment az előválasztáson, és megnyerte. Aztán jött maga a választás, és azt is megnyerte. Erre eddig sohasem volt példa. És a mai napig nem született elemzői konszenzus arról, igazából hogyan sikerülhetett. Miután mindenütt, a teljes médiapalettán, a közéletben, Hollywoodban, a véleményformálás minden lehetséges frontján összefogtak ellene. Először ugye kiröhögték, aztán démonizálták, hol Hitlernek, hol orosz ügynöknek nevezték, és azóta is minden eszközzel el akarják lehetetleníteni, természetesen a demokrácia jegyében. Russia, possible collusion. Trump, Russian, potentially collusion. Trump, Russia, possible collusion. Trump, Russian, possible collusion. Trump, Russian, mind collusion. Trump, Russian, Russian collusion. Most a 2016-os győzelmet igazából a közösségi médiának köszönhette. Andrew Breitbart volt az, aki zseniálisan felismerte az ebben rejlő óriási lehetőséget. Mindenki tudta, hogy a hagyományos média gátlástalanul a demokrata jelölt Hillary Clinton mellett áll. De Breitbart meglátta a kiskaput. Persze, azóta már a közösségi média legalább annyira cenzúrázott terep lett, mint a hagyományos sajtó. Olyannyira, hogy ki is mondták a Google-nél egy vezetői értekezleten Trump győzelme után, hogy mindent meg kell tenni, hogy ilyen még egyszer elő ne fordulhasson. Ezt konkrétan a szájával mondta ki a Google egyik vezetője. Szóval olyan nem fordulhat elő, hogy a választásokon a nép valaki olyat választ, aki nem tetszik az elitnek. És itt tartunk most újra. És a sztori is ugyanaz, amit az elit el akar adni a népnek, hogy Trump a patásördög, veszély nem csak az amerikai demokráciára, hanem a nemzetközi rendre is. Mert ugye az elit nem csak Amerikát, de az egész világot uralni szeretné. Az Európai Unió intézményei pontosan ugyanígy működnek. Európában is 70 éve fennáll egy konszenzus, amiben a jobb és bal közép pártok egymást váltogatják a hatalomban. És egy darabig ez teljesen hasznos és jó is volt. Fenntartotta a stabilitást, elkerülte a kontinens a háborúkat. Ez az úgynevezett Rules-Based International Order, azaz a szabályokon alapuló világrend, ez mindenki számára garantálta a békét és a biztonságot. Csakhogy az elmúlt 3 év alatt teljesen megváltozott a világ. Az USA többé nem a kizárólagos hegemon hatalom. És az őt lassan utolérő Kínát, aki paradox módon épp az amerikai tőkebefektetések indították el a világhatalmi státusz felé. És ne legyenek illúzióink, az amerikai elit valójában 1000 szállal össze is van fonódva a kínai elittel. Amellett, hogy persze a két ország versenytársa is egymásnak a globális térben. Közben további regionális hatalmak törnek előre.
Brazíliától Törökországon át Indiáig. Oroszország pedig feltámadta abból a deprimált állapotból, amiben a 90-es években került. A hatalmi átrendeződések, geopolitikai viszonyok elemzése az nyilván egy másik teljes videótárgya lehetne. Úgyhogy ezért továbbra is csak a nyugati világra koncentrálunk. Ahol ez a bizonyos szabályokon alapuló világrend egyre inkább a gazdasági, politikai elitek és a velük szimbiózisban élő intézmények és bürokraták hatalmának a bebetonozódását jelenti. Európában ilyen szupranacionális intézményekkel, a nemzetállamok hatáskörének a folyamatos elvonásával, sőt a nemzeti identitások szisztematikus háttérbe szorításával igyekeznek egy központilag irányított, bürokraták által működtetett világot létrehozni. Ami ráadásul csak egyfajta ilyen leányvállalata az amerikai Deep State-nek. És ezért követnek el mindent Trump esetleges győzelme ellen. Ugye Joe Biden-t simán le lehetett venni a pályáról, és a helyére egy másik, hasonlóan irányított bábút, Kamala Harris-t tenni. De Trump, ő nem irányítható. És Trump a nemzetközi világrendben sem a katonai erő, hanem az üzletelés híve. Persze határozott, meg az amerikai érdekeket messze menőkig figyelembe vevő politikát hirdet, és ilyet folytatott a korábbi elnöksége idején is, de ő nem kíván beleszólni más országok belügyeibe, meg a berendezkedésükbe. Hogyha kölcsönösen előnyös üzlet köthető, akkor mindegy, hogy ki és hogyan irányítja az adott országot. És ezért sem akarják, hogy nyerjen. Mert onnantól kezdve sem Nyugat-Európában, sem Ukrajnában mondjuk, nem garantált, hogy egyes amerikai vállalatok érdekeit kiszolgáló bábkormányok és komisszárok vezessék az országokat. Kellett Trump esetében attól félni, hogy felborítja a világrendet. Találgatni sem kell, hiszen 4 évig már volt hivatalban. És akkor is azzal rihogattak, hogy kirobbantja a harmadik világháború. Nem tette. Olyannyira nem, hogy az ő elnöksége volt az egyetlen az elmúlt sok-sok évtized során, amikor az Egyesült Államok nem viselt háborút sehol a világban. Azóta azonban láthatjuk, hogy újabb és újabb háborúk törnek ki, amerikai részvétele, még ha ezt helyenként nem is vallják be. De a gazdasági rendet sem döntötte romba. Sőt, sokkal jobban teljesített az amerikai és a világgazdaság is, mint Joe Biden és Kamala Harris alatt. És még a gazdasági, politikai, kulturális, média, stb. Ezt az elitet sem mozdította el a helyükről. Na de most még jobban félnek tőle, kétségtelen, hogy nagyobb erő is van mögötte, mint 2016-ban. És jóval több tapasztalat. Ráadásul nincs mit vesztenie. Mivel ez lesz a második ciklusa, ezután már nem újra választható. Nem kell ezzel a szemponttal foglalkoznia. Ő gazdag, megtanulta a játszmákat. Talán némi revansvágy is van benne. És ami az egyik legnagyobb ereje, hogy tök kiszámíthatatlan. Nem tudják előre megmondani, hogy mit fog csinálni. Egy kicsit olyan, mint a híres boxoló Emmanuel Augustus, a részeg mester. Nem lehet kiütni, nem lehet beszorítani. Ezt a trükközést, vagy ezt a taktikát 3 ember űzi kiválóan Amerikában. Kanye West, Elon Musk és Donald Trump. Kanye igazából elbukott benne, amikor magára haragította a befolyásos zsidó közösséget. De Musk és Trump profi szintre emelték ezt a játékot. Ráadásul egyesítették az erőiket. Ettől aztán persze még jobban megrémült az elit. Ahova eredendően egyébként Trump és Musk is tartoznak. Csak hogy ők kiszólnak a kórusból. Ők önjáróak, nem lehet őket féken tartani. És akár szembe is szállnak a túlerővel. És képesek lehetnek lerántani a leplet korábban sebezhetetlennek vélt emberekről és erőközpontokról. Sőt, amióta Robert F. Kennedy Jr., akinél hagyományosabb politikai családból származó ember elképzelni sem lehetne, szintén csatlakozott Trumphoz, azóta még inkább megijedt az elit. És még nincs itt vége. A nemrég letartóztatott P. Diddy ügye komoly botrányokat fog hozni, amikor esetleg énekelni kezd arról, hogy valóban milyen pedofil hálózat működik Hollywoodban, és kik vesznek benne részt. De Elon Musk nemrég egy interjúban azt is elmondta Tucker Carlsonnak, hogy ha Trump megnyeri a választást, nyilvánosságra kerül majd Jeffrey Epstein ügyfeleinek a listája. Rajta Bill Clintonnal, Bill Gates-el, Barack Obama-val, és még ki tudja ki mindenkivel. Persze, hogy az elit egyszerre retteg is, és bármire is hajlandó, hogy megakadályozza Trump győzelmét. Meglátjuk, mindjárt itt vannak a választások. Most viszont itt a vége, el ne felejts feliratkozni a csatornára, hogyha esetleg még nem tetted volna.